Volt pár olyan napi rend, amit tárgyalnunk kellett, mert válaszolnunk kellett. Ilyen volt többek között, hogy már régóta szeretnénk a volt lőteret, ami több mint 30 hektár, hogyha magyar állam átadna az önkormányzatnak, és ott volt egy pontosításra szükség, hogy a cél pontosan erdőtelepítés legyen. Korábban több célt is meghatároztunk, de úgy ítélték meg a döntéshozók, hogy célszerűbb, ha csak egy konkrét cél jelenik meg, az erdőtelepítés maradt benne. Aztán 15 év múlva már semmilyen kötöttsége nem lesz az akkori önkormányzatnak, tehát az erdő is addigra nő meg annyira, hogy egyáltalán lehet vele valamit kezdeni. A másik nagyon fontos volt, hogy lejár a bérleti szerződése a kamerarendszer üzemeltetésének, és meghosszabbítottuk ugyanazzal a vállalkozóval, aki eddig csinálta, azzal, hogy egy kisebb korszerűsítés is történik, tehát, hogy még jobb minőségű legyen a kamerákról bejövő kép, és eddig is azt mondom, hogy hatékonyan működött, tehát a városban igazán átutazó bűnözés nem volt az elmúlt időszakban. A harmadik, ami miatt mindenképp úgy gondoltuk, hogy tárgyalni kell ma, ez pedig az volt, hogy Navracsics miniszter úrtól, illetőleg Porga Gyula polgármester úr, Veszprém polgármesterétől érkezett egy levél, amiben felkérték a várost, hogy mivel sikeresen részt vettünk az Európa Kulturális Főváros projektbe, ezért Marcali csatlakozzon az Európai Sport Régió projekthez. Tehát Veszprém város ugyanazokkal a partnerekkel megkívánja pályázni az Európai Sport Régió címet, ami reméljük, hogy a város számára is előnyös lesz. Emellett egyéb más dolgokról is döntöttünk, például eladtuk az utolsó telket a keleti iparterületen, tehát így gyakorlatilag már csak az építkezések vannak részbe vissza, és teljesen benépesül az a 20 hektáros terület, ami nem régen még parlagon álltam.